Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok! És ez itt a Harcavajra 4-2 irányú imperializmus következő része! Ez itt pedig az egyetlen, az egyedüli a gazimperiális tároló, Garrus! Sziasztok! És nem igaz, én vagyok a demokrataista, vagy az imperialista, ezt kikérem magamnak. De demokrata is lehet imperialista, ez teljesen egyértelmű. Végül is igaz, végül is nem sokára rád lesznek a Generic Election-nak, kíváncsi no, a válasz, hogy mi történik. És így megválasztja a Generic Party-ból Generic Presidentet. Körülbelül. Úgyhogy, ja. Egy generic European portrait, aztán ennyi. Igen. Még mielőtt elfelejtenénk, szeretnék szólni, hogy ez lesz a sorozat utolsó része, akármi is történjen, mert ez az állapot, ami itt van a nyugati fronton, ez tartatatlan. Leginkább azért, mert nem változik, szóval... Igen, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy PC Tanner lesz ebből, hogyha csak nem tudunk valami tényleges előre nyomulást ki. Hogyha nem tud valamelyikünk áttörni a másikon lényegében. Transzosan PC Tanner lesz, mert valószínűleg nem jut el Londonba, én meg nem jutok el Szentpétervárra, úgyhogy... Bár Szerbia az elesés szélén állik. Igen, ott állik. Na, Szerbia az elesés szélén áll. Meglátjuk még. Oké, kezdhetjük? Kezdhetjük persze. Ja, egy pillanat, csak itt. Ezt itt visszavonjuk. És még mindig mínuszban vagyok. Infantry equipment, de már nem annyira. És még mindig, de már nem annyira. Oké, mehet. Mehet. Mi az általános támadás, amit itt megpróbáltál megkezdeni? Mindig általánosan támadom. Oh fuck, Garrus, újra kéne indítani. What? Nem töröltem ki a zenefájlokat. És le fogják szudánozni a videót. Úgyhogy mindjárt visszatérünk. Oké, okay, itt is volnánk, és remélhetően most Szudánon kívül nézők is láthatnak minket. Egyébként tudod, mi lenne a vicc, hogyha emiatt az első 20 másodperc miatt tényleg lecsapnák a videót. Az durva lenne. Hát akkor lenne egy néma beköszönésünk, és akkor most senki nem tudja, hogy miről beszélünk, de mindegy. Nem, vagy hát miért Szudánba tudnák? Hát igen, mert ott nézhető lenne. Végül is. Tudod, az összes szudáni magyar értené. Hát mik azok magyarabok, vagy hogy hívják őket? Mert mik azok egy Egyiptomban laknak, de hát mind. Hát elköltöznek oda, közel van a kettő, és sose lehet tudni, hogy hol a határ. Így van. Na, kezdjük. Na, folytassuk. Azaz, folytassuk, valóban. Így van. Az olaszok megtámadták valami 18 beállásod hadosztályomat, azt hiszem, oda nem kell a személyes figyelmem. Hát azok nem elég idióták. Köszönjük, voltak. Köszönjük Olaszország, ülj le! Pedig a fél olasz hadsereget elvettem már tőlük. A másik felét én meg megöltem. Ja, igen, itt a High Marshallod, aki mindent irányít. De? Az univerzális parancsnok. Douglas Hyde? Igen. Hyde. Vagy Haig, vagy mi a fene? Haig, nem tudom, hogy kell kiejteni. Haig Douglas. Ja, szegény Kitchener tábornok, na már Szudánnál járunk, ő úgyis megjárta azt. Úristen, a Pathfinding. De? Hát csak egy Pathfinding, hogy kiadok parancsba, hogy menjenek egy barátságos területre, és ekte ellenségen keresztül mennek természetesen. Ez az állóháború. Ennek van szépsége, csak... Csak uralmas egy kicsit nézni, igen, gondolom. Igen. De szerintem most meg fogjuk törni ezt a holdpontot. Ezt mondod? Aha. Jó, nézd, itt van a szerb páncélos hadosztály. Szervek tankokkal? Ja. Armored Car-nak írja, de én látom, hogy heavy tankok vannak benne. Várj, ez... Ja, tényleg szerb tankok. Igen. Abba van, igen. Nem, abba tankok is vannak. Igen, mondom, tankhadosztály. Holy shit. Nekem sincsen tankhadosztályom, honnan van szerbeknek? Azok ott szuper nehéz tankok vannak. Honnan van a szerbeknek ennyi kapacitásuk, hogy tankokat gyártsanak? Honnan vannak szuper nehéz tankjaik? What the fuck? Kanada, mit csináltál? És most jön a tryhardolás megint.
Igen. Jön a micro izé, micro maraton. Itt akartunk csinálni majd egy haverommal, csak ő neki kicsit tarabb a gépe, és ezért a Modern Days mod az ilyen kettesnél gyorsabban nem igazán megy. Aha. De azt akartuk csinálni, hogyha majd vesz jobb gépet, mert minden, akkor ilyen roleplay alapon kéne multizni ilyen országokkal, tehát USA, Oroszország, Kína, Németország. Akkor nem az lenne, akkor szövetkeznénk, hogyha erre valami reális szükség van, de amúgy meg keresztbe tenni egymásnak, meg ilyenek. Ugye ez PvP-zni? Hát igen, csak annyi kitétel volt, ugye, hogy egymásnál nem lehet forradalmakat kirobbantani, a subjecteknél ki lehet, meg a mikrózást, azt, miután látta a videódat, vagy a videónkat, azóta azt mondta, hogy azt a minimálisra szorítani. Értem, oké. Hát nagyon nem jól áll ez a csata. Hogy Gunray helytartó mondaná. Belgrád már elesett már rohadt életbe. A szerbek azok brutálisan tartják magukat, nem hát tudom, igen. Hogy. Ezek a rohadt balkán tigrisek, ez valami förtelmes. Amúgy az amerikaiak amúgy az olasz fronton állnak. Oda jöttek az európai csapataik. Láttam. Érdekes a hozzáállásuk. Igen. Baj, olajat kell vennem. Hát, Amerika. Régi szép idők, amikor Amerika még eladta az olajat. Na jó. Fáborító, hogy Szerbiának a nevű tankjai vannak. Fucking Szermausz. Ráadásul mondom, nem is akármilyen tankjai, szuper nehéz tankjai. Igen. Ez azért skill. Na most már nekünk is lesznek. Ja, tudod milyen van még légi fölénye? Az miattam van. Azok ja. Az öngépeim. Értem. Ez a titánok csatája, ez az Anton Denikin, ez nálad is egy brutális tábornok, vagy ja, tábornok. Ja igen, gyerekim, Marshall. Ja, igen. Vagy Marshall csinál, nem tudom, hogy Marshall csináltam. Nem, Two General. Nekem amúgy ott 15 különböző armim van. Igen? Igen, nekem igen. Is van egy pár frontom ott, de azért annyi armim nincs. Denikin, ő hol is van? Ja igen, ti ezen a fronton vagytok már, szóval titeket ide rakunk. Nem is látom, hogy hol van Jenikin egyébként. Szép. Komolyan, hol van Jenikin? Melyik csatában látod? Valahol Csehországban volt. Egy pillanat és megnézem. Ja igen, itt van Jenikin, látom. Csak hogy ő mit vezet. Ja igen, neki van egy külön saját frontja, ami azt illeti. Ja, ő eléggé bedurvult. Neki vannak azt hiszem, hogy tengeriz... Nem. Neki szimpla gyalogsága van. Oké. Okay. Na, hogy állsz a generic election-nel? Oh, még az messze van. Még egy hónap. Az messze van ezzel a sebességgel. Rohadt életbe Szerbia, most már ez kezd nem vicces lenni. Hát ezek a szerbek nagyon szépen tartják magukat. Hát már nem sokáig. Már megint nem sokáig. Berlin nem foglaltad el te valamikor? Nem, odaig nem jutottam el, de a közelében vagyunk. Akkor még nem foglaltam vissza ezek szerint. Oh.
Hát igen, a Royal Navy még mindig elkapdossa azokat a kis hajókat. Te próbálsz partozni Szentpétervárat? Meg a Balkánon? May I? No. Ott a flotta. Nagy az az orosz flotta. Jaj, Gritz, tekvájpoljuk a francia vetős franciákat. Kellenek az expedíciós erőid Olaszország, nem kell, és ezeket sem tudod ellátni, nem kell még több ember. Val. Gyerünk, Olcsak, dolgod van. Igen, Kolcsak admirálisra bízod? Yep. Megy rendezni a balkáni helyzetet. Ez a flotta. Az a flotta? Ott egy román könnyű cirkáló. Igen. Lol. Ja, látom, az összes sárkszal itt van fucking megszállt szigetükön. Akkor csak admirálisnak tetszik a izé, home fleet. Hello. Hello, persze. Hello. Nagyon cuki. végre egy jó tengeri ütközet. Aha. Na, ide bújt el a izét. Tengeri ütközet, já. Na és figyelj a szárazföldre. Szárazföld? A Szerbia elesőben van. Már megint? Vagy még mindig? Hát, az neccesen. De legalább valami. Ja, most szerintem megnyerem. Már ezért Nis meg Belgrád is elesőben vannak. Meg Belgrádot be is tudom keríteni, hogyha egy Steve folytatják. Ha Nis is elesik, akkor tényleg kampec. Ja. Nekik. Aztán mennek a csapatok a nyugati frontra, ahol a helyzet változatlan. Még mindig. Erősen. Oké, hol akarnak még parra szállni? A Kaukázusban akarsz parra szállni? What the fuck? Én nem, az nem az én tervem. Ja, akkor jó. Én ilyeneket nem tervezek. Az emmi műveli a dolgokat. Itt a rombolói mindkettőnek fogynak. Hát az fogyóanyag. Az ez az Kolcsak, gyerünk, mutasd mit tud. Kolcsak bekeményít. És most jössz rá, hogy eddig azzal volt elfoglalva az egyik research szatom, hogy húzta a csatahajókat, és egyszer csak megjelenik a Bismarck. Az durva lenne. De azért ilyen nem fog történni. A vonul vissza a flotta. Hát egy kicsit meglövöldöztél néhány dreadnoughtot, most mi van? Úgyis Európa számít. Pár dreadnoughtot, hát azért az jó sok hajó, ami ott elsüllyed. Több gyáram van. Meg több hajó, mert most istenem. Hát, és szerinted melyik a nagyobb, a gyár vagy a hajó? Hát azért pótolnod kell azokat a veszteségeket. Hát arra vannak a gyárak. Hát jó, hát. Csak én folyamatosan gyártam. Én is. Még alapból is van sok. Ja, jöjjön eszembe, nekem itt van egy ilyenem. Ja, elfogytak a tábornok, ugye az admirálisaim. Na jó, hát akkor mentek admirális nélkül. Hát, expedit. Az ami magi vonatoztatja a csapataimat, na mindegy, Belgrád bekerítve. Szép. Nagyon Nisnél kéne áttörnünk. Megvan a légifelény, szupi. Leküldtem minden gépedet? Nem, csak 400-at.
Raptor hiány van. Tényleg itt eszembe még mindig megy a... Nem, már nem megy a harc azzal a hősies japán izével, tengeralattjáróval. Felszámoltad ezt a frontot? Szerintem visszavonult. Nem, a tengeralattjáró, tudod? Ja. Mivel ment a végtelen tengeri csata. Ja, tudom, igen. Nem, mi lekötött téged, hát ez szép volt. Ja, vagy egy szerintem fél évig feltartott egy csata cirkálót. Szép. Tű. A... Rohadt életbe ezzel az egész unit card szarsággal. Mert? Hát mindig egy elúrik az egerem elől a cucc, mert hogy belebennek egymás elő unit cardok, és le akarok kattintani az egyikre, és belebegeli a másik, és nem tudok rá kattintani. Ha. Jönünk? Oda büszke. Australia, nem? Na, plusz vagyok infantry equipmentbe, szupi. Ez a kaukázusi áttörés dolog, ez ahogy elnézem, neked sem megy. Nem, a kaukázus az haladt így. Mert mi nem? És? Na, meg volt a Generic Elections? Meg nem. Még de két nap. Victor? Holnap után jön a Generic Elections. Szép. Nem tudom, hogy miért van, nem tudom, hogy miért van akármilyen Elections, amikor az abszolutizmust erősítettem meg, na mindegy. Széverünk egyet itt a biztonság kedvéért, holnap Generic Elections. Jó. Jó, menj zsuzer le. Hát, ha itt valami brutális crash lesz, aztán akkor ki kell szednem a safe file-ból a fókuszt, hogy valami ilyesmi. Üccs. Tényleg te játszottál azóta a módnak az új verziójával? Csak egy keveset, a németekkel játszottam, és felcsöszett egyileg. Arra voltam kíváncsi, hogy esetleg az ott... Kaptam egy üres eseményt. Fantasztikus. Generic Election és így semmi. Jó, okay. Hát akkor köszönjük. Azt akartam kérdezni, hogy látod esetleg, hogy mit csinál ez a fókusz? Nem, tényleg mostanában elkezdtem játszani a németekkel, ugye beolvasztottam a bajorokat, és annyira felhúzott, ugye most a hotfix-szel együtt is egyszerűen olyan szinten partoszál az AI, hogy tartalatlan. Ja, igen, szörnyű. Így mindenhol. Kikötő, nem kikötő. Ez az egyetlen jó dolog az, hogy most már lehet tényleg garrisonolni a teljes partszakaszt. Ja. De egyszerűen felháborító dolgok vannak benne. Amúgy játszottam valamilyen kisebb móddal a második világháborút, és a britek, nem viccelek, 800 000 embert vesztettek el azzal, hogy non-stop arra akartak szállni észak-kelet Németországban. Vagy ez a nyugat Németországban. Tehát, ja, az MV szárnyal. Komolyan, akkor el kell rajta gondolkoznom, hogy alkalmaznak-e tesztereket. Meg hogy figyelnek-e rájuk. Itt meg vannak gépeid? Ja, még itt vannak a gépeid, oké. Okay. Azt hittem, kivontad őket a Balkánról. Nem. Szemben a Mighty Russian légierővel. Átmeneti siker. Hát átmegyünk Szerbián végül is. Jó, hát az... Szerbia. A Balkán tigris. Hát a Szerbia azt mondja. A háború szuperhatalma eddig. Mennyire tartott? Hát mondjuk már lassan 2 millió veszteségnél jársz. Te meg 1,5 milliónál vagy. Hát ja. Szerintem 1,5 millióval azért többen vagyok, ez belefér. Végül is. Szerbia hát eddig 2%-ot tett hozzá háborúhoz, és 160 000 embert veszített. Na jó, de hány ember mehet köti le? Inkább az a problémás. Hát igen. Ez most te vagy?
Melyik? Finnországban invázió. Nem, én onnan kivontam magamat most már. Ja, oké. Csak megint a franciák. Rohadt életre. Egy huszár hadosztályt akarnak partodat. Azok a rohadt bagetvetők. Ó, itt vannak az amerikaiak a nyugati fronton. Igen, megjelentek végre. Ja, ott van egy tartomány Berlin mellett, amit támadok, és ott van 18 hadosztályuk. Szép. Meg a cápáim. Rohadt sárkszok. Legjobbak. Mi az, hogy unknown focus? Milyen encryptionod van neked? Hát fasza. Mennyire mentél előre? Amúgy ez semennyire. Mit gondolsz? Már 1942-es számítógépeim vannak. Ó, oh, persze. Most fejlesztem az atomot. Amúgy csak 7300 napba telne. Ah, oké, már nem vagy unknown focusom, most már látom. Mit is csinál ez a National Military Service? 2000, vagy 23000 manpower-t ad, tehát ezek már semmit nem adnak. Tehát amit lehetett, ma kifejlesztettem. Ja, hát amúgy én is. Amúgy az kicsit fura, hogy az ipari fókuszok ilyen egy árakat adnak, meg ilyenek. Ez kicsit kevésnek tűnik fókusznak. Hát azért jó a... hogy hívják? Az, hogy beraktak egy csomó nemzetnek ugye ilyen folytatólagos igen. történelmet, csak az viszont a németeknél szívás, hogy mi van, ha megnyered a háborút. Ja, akkor hát igen, miért igen. jönne Sörpucs, meg Hitler, meg Szudétavidék, meg ilyenek, tehát hogy így... Vagy a franciák elveszítik a háborút, és benyomják a, hogy hívják ott a Szudétavidéknek a megszállását, és megkapják csak úgy. Nem tudom. Egyszerűen ki kéne próbálni, csak elpörgetni odáig. De így kíváncsi vagyok, így az a... Ha megtalálja a Szudétavidéket, de Führer már a miénk. Igen. Ezek stratbombázók, vagy mi a fene? Ja nem, azok az én bombázóim, oké. Ez te vagy. Hol? Ekagyari nadárban. Biztos nem. Oké. Okay. Egyébként az összes dreadnoughtom már veterán. Igen? Ja. Szép, jól leküzdöttük. Szereztek tapasztalatot. Na, mi is mindjárt elesik? Gyerünk! Előre, madalant meg minden. Uffanak, kaptak egy hadosztálynyi erősítést. Na mindegy, ez a kettő, ez mindjárt fut. Japánok annyira ki vannak készülve, hogy gyárakat, civil faktorikat alakítanak át military faktorivá. Én annak amúgy sose láttam még értelmét. Én sem. Soha az életben. Amúgy még drága is, már mint hogy igen, ez a poén. Igen, tehát nem éri meg. Ez kb. Olyan, mint a lövészárak, hogy marha jó lenne, ha ilyen egy nap alatt felhúzhatóak lennének. Igen, igen. De nem azok, mert hogy konkrétan izéd, majdnem annyiba kerül, mint egy normális bunker. Mm. Amúgy azoknak azt hiszem levitték az árát az új patchben, úgy dereng. Ha? Vagy a normál bunkerét vitték fel. Az amerikaiak közben úgy szvarmolnak a tenger alatt jár. Na ez az irónia teteje, az amerikaiak folytatnak korlátlan tenger alatt járó háborút. Igen? Tényleg. Hát mindenhol szvarmolnak fel. Tényleg mindenhol ott vannak a tenger alatt járók, védik a konvojaimat. Hát meg támadják az enyémeket, tehát ott cirkálnak a... hogy is hívják, a balti tengeren is. Ha? Mondjuk ott van az egy Royal Navy, szóval nem kell sok. Ja. Egy harmadik tenger lenne szükségem, és akkor teljesen tétlen lennél, mert két flottád van. Nem tudnám csinálni semmit. Megvan is! Elfoglaltad? Na akkor yes. Mindjárt kapit. Á, nem, Skopjéig el kell menned, úgy látom. Ugye most viccelsz. Ez az, nem, baszki! Nem. Rohadt élet. Na, akkor most irány Montenegro, az utolsó na, a balkán tigrisek közül. Mondjuk ki a, most mondjuk ki a légierőnket onnan. Viszlát balkán tigrisek. Itt vannak amúgy a Csing Birodalom önkéntesei. Igen. Besezett volna, hogy le kell őket zúznom Skopjéig. Igazat volna. Való igaz.
Finnország, ezek megint a franciák, ugye? Szerintem igen. Mindig a franciák csinálják a fesztivált. Hát igen. Na jó, akkor itt létrehozunk egy új hadsereget. Ja igen, már elfogytak a tábornokaim, szóval kell felvennem ilyen generikus tábornokokat. Jó. Oh. Tilasztak a pink hadsereg. Nem olyan már van, tilasztak a barna hadsereg. Nesztek kapitok planning bónusz, irány Brüsszel. Egyébként mióta abba hagytam a planek használatát, mert ugye belefutatja a két halosztályimat 10-be, azóta én üzenjünk Brüsszelnek alapon tervezek mindig, tehát így hát itt vagyunk, Németországban, akkor az ural! És jön a planning bónusz. Na, Danilo Korona herceget mindjárt szétverjük. Hát, ja, úgy látom én is. Még jó, hogy időben kivontam azokat a rohadt izéket. Repülőket? Ja, miért stackwipe-olod őket. Ja, tényleg megsemmisülnek, hogyha elfoglalod a repteret, ugye? Ja. A hülyeség. Hát az akkora a körség. Dél-Afrika, nem? Mit csinál Dél-Afrika? Csapatokat akart nekem küldni, de nincs nagyon rájuk szükség. Tudod a három divíziójára, ami van? Na, a csingőnként a csiket nem észároljuk mindet. Megjegyeztetünk annyi, hogy a Balkán békén hagyjuk? Persze. Oké, okay, csak már akkor. Oké, okay, te akarsz parraszállni Kubánban? Valószínű, de hogy is. Jó. Mert amúgy az azért, hogy tehát minden azt írja, hogy dangerous, tehát nem tudom megkülönböztetni azt, amikor az emmi, meg azt, amikor tényleges veszélyben vagyok. Ha. Brandenburgban még mindig nincs infrastruktúra. Hitler nem a Reichsautobahnnal lesz elfoglalva, hanem a Reichsföld úttal. De nem Németország lakosságát kiirtottuk ott a középső sávban, szóval hát Berlin nem lesz főváros, hanem így semmi, ez egy pusztaság lesz. Igen, Nauru lesz Németország legnagyobb lakosságú városa. Hogy áll az USA amúgy veszteségekkel? Hát azok nem vészesen. 54k eddig. Legnagyobb veszteséget szenved Olaszország. Olaszország mennyire? Olaszország meg én. Ja, 680k-nál. De közelítenek a franciák a bagetvetőikkel. Meg a francia vetőkkel. Drága cápák, mit csinált? Mert vannak olcsó cápák is? Ja, éppen lendízelek az olaszoknak. Hol? Hát nem tudják ellátni a saját seregüket fegyverrel, úgyhogy muszáj. Lol. Hát az szép. Na jó, hagyjátok ezt a támadást, nem éri meg. Melyik támadás? Na, az olasz csapatokat így megpróbáltam hát, hogyha... Ja, beküldöd őket egy ilyen kamikáza futamra, vagy mi? Ha? Tárdzott fel szegény olaszokat. Na, rohadt életben centie most már eshetne. Vagy hogy is hívják centinje. Három hadosztály van ott, ami tud harcolni. És a Csing tábornok vezeti a csatát. Feng Guzhang, centinje védője. Feng Guzhang, mi van? Ez hol van helyleg? Montenegrónál a csatában. Montenegró? Mm-hmm. Ránézek. És kajak. Haha, mi a szar? Nem, most már a krompinc van ott. Ó. Oh. Megint a kínaiak vannak.
Hát... Okay. Még bent sincs, csak áprúban. Szupri. Önkéntesek, tudod? Ja. Mondjuk nem sokat adnának hozzá áborúhoz. Mondjuk van elég divízió. Feladom 3-as sebességre, oké? Okay? Oké. Okay. Most már amúgy is lassan vége van. Mire gondolsz? Hát ebből Peace with Honor lesz, én látom. Meglátjuk, meglátjuk. De most már Berlin közelében vagyunk legalább ennyi. De Oroszországot én mindig nem közelíted meg. Azt nem. Jelen pillanatban a status quo van. Ennyi év. Mióta háborúzunk amúgy? 17 óta? Nem írja, hogy mikor tart ki a háború? Nem, azt nem írja. Szerintem 17 február, vagy olyan ilyesmi. Várja, ennyire megnézzük a logban. Dates. 15, 10... igen... A 17 ember, május. 17 május. Akkor egy éve. Egyébként figyelj, a Balkánt lerohantam, szóval. Hát a Balkán, oké, okay. Jó, én meg eljutottam Berlinig, ha most így nézzük. Na akkor... jó, de honnan? Türingiából. Hát jó. Egy state-en vágtad át magad eddig. Na jó, de az is valami állóháborúban. Hát és a Balkán? A Balkán az egész. Jó, hát na. Ó, nem már, az egész már, Balkán, csak Szerbia. Egy már Liang Bee vezeti a csapatokat Szentinyében. Igen? Ja, és ide jött 7 amerikai hadosztály, szóval már Robert B. Ballard. Vagy Robert L. Ballard. Robert Lee az kicsit más lenne, de... Ja. Hát egyre megy, egyre megy. Ma megint Feng Guzheng. Itt van Nebraska-i nemzet... Itt van a... Izé, a... Nebraska-i nemzeti gárda. Nebraska-i nemzeti gárdát idehozták? Igen, Szentinyét védik. Amerikaiak. Pont a nemzeti gárdát dobták be az öngyilkos csatába. De nem is láttam amerikai hajókat. Egy része az még mindig ott áll, mármint csapatszállítókat. Ja. Amerika készül a 1920-as választásokra. Ó, ajha. Nem fejezete ki a free speech-et. Mi az? Csak ez a mondat. Nem fejlesztette ki a free speech-et. Hát konkrétan nem, hogyha jobban belegondolsz. Mi az, feltalálták a CNN-t, vagy mi történt? Hát, az a free speech, nem is tudtam, ezért a CNN... Nem, az, amikor nem találják fel a free speech-et. Ja, igen, az a folyamatos feltalálás nélküliség. Igen. Hallod, hogy valami 100 hadosztályon van itt Montenegróban. Igen? Úristen. Ó, már itt van Ausztrália is. Minden... Russell A. Hall. S. Hall. Lol. Feng Guzheng. Na jó, akkor visszahozom a repülőimet. Így most szarakodni akarnak. Bár lehet, hogy jobb lenne körbeállnom így 4 hadosztályjal, és akkor meg lenne oldva a probléma. Hát igen. Ne, atombomba. Az megoldaná a problémákat. Hát biztos. Ott azt hiszem bevetted egy repteremet. De ebben nem vagyok teljesen biztos. Ott azt hiszem nem voltak mondjuk repülők, de ez nem biztos. Ott izé Berlintől a nyugatra egyel. Ha? Na mindegy. Hol nem tudok oda semmit küldeni még, úgyhogy... Amúgy Nyugat-Németországban te vadászaid vannak 700-on? Igen. Azok Interceptionre vannak állítva, ugye? Nem, ezek Closer Supportok. Ja, azok nem vadászok? Nem, ez Closer Support, ez még a Scout, a régiek. Ja, oké. Csak már akartam szólni, hogy nem fogynak a stratégiai bombázóim valamiért. Ja. Scoutok. Emiatt. Na jó, ezt a hadsereget akkor áthozzuk ide. Legyetek zöldek. És erre kijelöltem Bruce Lovat. Oké. Okay. Ja, ennek amúgy eléggé Peace with Honor szaga van. Eddig. Hát csak egy kicsit. Jó, jöttek a másik vörös hadsereg. Gyertek ide. Na mindegy, még van esély. Lényeg, hogy hiszel bennem, Atla.
Közben kapom a háttérben a patriotikus orosz zenét. Igen. Ettől mindig megjön a kedvem, hogy Gulájra küldjek valakit. Na, Russell lesz hol? El tudom elkülni. Mi? Nem tudom áttörni a páncélsait. What? Ugye? Mighty Australian Technology. Biztos importáltak Új-Zélandról Bob Sample-t. Garus, arról volt szó, hogy nem factionözünk. Hát én nem hívtam be háborúba. Nem is fogod, ugye? Nem terveztem. Helyes. Csak bejelölte, hogy már Republic of Bulgaria lett. Amúgy ezt nem én csináltam, mert a Democratic Influence Trait-et nem tudom miből kapta. Fókuszban, nem? De nem ment el, ahogy hívják így. A political effortba se kezdett el magának, semmit csinált. Van bulgár fókuszfa? Persze, hogy van. Bulgár meg szerb van. Amikor elkezdtük, akkor még nem volt? Volt, persze, az elejétől volt bulgár, mert a bulgár fókuszában van az, abban van a Balkán háború, igen. Igen, okay. A londoni konferenciát kritizálja. Ja. Mandzsúriában vagy Kubánban te szeretnél parra szállni? Nem terveztem, valószínűleg a japának. Mandzsúriában az amcsik jönnek Port Arthurba, egy páncélsadosztállyal. És rögtön átadták Japánnak a megszállást. Ó, military kamera. Nem, Bulgária, nem hívlak be a háborúba. Miket beszélek? Montenegro kapitulált. Akkor Bulgária most már jöhet. Nem. Elég volt a balkán tigrisekből. Pedig olyan szép dolog az a knife in the back. Knife? Angol szász lettél? Mi történt? Még mindig angol szászul mondom. Oké. Dresda, miénk? That's good. Egyszer bevettem, beveszem még egyszer. Ez a háború az eléggé fárasztó kezd lenni. Igen. Ebben nem tudunk semmit elérni igazából. Hát, meglátjuk. Egyszer csak több wolframom lett. Valahogy. Hát a kaukázusi front is a legnagyobb baromság, amit csináltak, leállítjuk. Jó, de mindig támadni próbálsz. Igen. Megint belefutottam a Homefleet, mert elfelejtettem kikapcsolni a parancsot. Szegény Kolcsak. Szegény Kolcsak. Akkor megnéztem az Admirálist megint, pedig már évek óta nem láttam. Szerintem kurva jó az a film. Ja. Orosz filmhez képest. Azt akarom mondani, hogy Motherland nagy nemzeti filmipara nem jó. Hát... Ja. Nem sok jó filmet láttam, ami orosz. Igazából ami jó film volt... Az pornó. Orosz pornó. Ugyan már? Nem, ami tényleg az Admin és az nagyon jó. A történelmi filmek jók. A Stalingrad volt nagyon jó, még az új. Amit csináltak. Szetszett, ahhoz képest egy orosz film, és azt hittem, hogy valami kommunista propaganda filmet csinál belőle, ahhoz képest tök rendesen. Miért csinálnának a kommunista propaganda filmet? Hát nem tudom, olyan nagy honvédő háborút azért még mindig úgy tartják. Na de azért most már nemzeti erőfeszítés. Igen, de pont azért lepődtem meg. Mi az? Már megint jött a francia vető. Ja, én látom. És megint nincs kikötőjük egyébként, de ezt leszarják. Abszolút.
De már tankokkal. Már tankokkal szarják. Franciák ödülnek a fegyverek és franciák az üzemanyag. Szóval, ja, ez a film ez meglepett engem, mert a németeket is tök üzén mutattam el. Tehát hogy igazából mind a két fél rossz volt, de na, mind a kettőnek meg voltak emberi oldala is. Aztán az egyik elment gulágra. Yep. Hát mondd a good luckot üzé nélkül. D nélkül. Nem mennyi divíziód van, hogy jó ég. Bárban nézzük, ilyen 40 divízió, meg 59 divízió, na jó. Hát ebből bulgár segítség lesz, úgy érzem. Nem hívjuk be Bulgáriát. Hanzban. Megegyeztünk, nincs balkáni kavarás. Jó, majd csak ha nagyon... Ha nagyon kavarni akarsz, akkor majd... Nézod Dél-Oroszországra? Hoppá! Merika happened, de amúgy egy hadosztály. Tehát... Próbálkoznak az amerikaiak. Így is fogalmazhatunk. Na jó, hát akkor elhozzuk a gárdát a Kaukázusból. Komolyan Berlint álmodod? Hát muszáj. Hát nem mondanám, hogy a legjobb ötlet. Na, ki nem tudná levenni a terhet a vállamról és bönbehívni Bulgáriát esetleg? Fuck you. Megállhatnánk egy pillanatra? Persze. Na, itt is vagyunk. Matt? Mehet, persze. Oké, megy. Mondd a good luckot D nélkül. Good luck. Korai. Ez nem győzelem vagy halálban, hanem győzelem vagy gulag. Hát, megkérdőjelezhető az oroszok taktikai részéről az, hogy miért ölték meg azokat, akik visszafordultak. Jaj, azon rögtem, ezt eddig észre sem vettem. Múltkor játszottam a Code 1-jel, a régivel, a második világháborúsra, az elsővel. Ha? És van benne ugye egy rész Stalingrádban, amit a... Hogy is hívjákból vettek ki? Az ellenség kapuknálból. Aha. Amikor megy egy roham és ugye mögöttük áll a komiszár a géppuskával és megfordulsz, akkor lelő. Igen. És most vettem észre, a komiszár egy MG42-est fog, azzal céloz, és mellette a földön így félredobva van egy ilyen kettétört régi orosz izé, nem is tudom milyen márkájú géppuska. Igen? Igen. Ezt sose vettem észre, Jézusom. Nekem is most tűnt fel. Ott még figyeltek a részletekre. Há, elég durva. A Great Shockjaid. Van az úgy. Azok még élnek egyáltalán? Persze, még harcolnak bőven. Azok tartják a frontot mindenhol. Nehéz rajtuk áttörni. Hát igen, a Great Shock az Great Shock. Mm-hmm. Az amerikának van Heavy Armor divisionja, amiben nincs Heavy Armor. Ay. Vas logika. Jó, hogy hagytam itt 6 páncélos hadosztályt a Kaukázusban, mármint Armored Car hadosztályt. Igen. Igen. Az amerikai behoztam még pár hadosztályt. Ja, lehet, hogy ide kell raknom egy tényleges frontot. Az enemy bullshit ellen. Van ott egy pár amerikai divízió. Egy pár. Ki nincs kikötőjük. Ja, de van kikötőjük. De van. Ott szálltak partra. Mert ott nem volt valami Garrison, azt hiszem, vagy nem tudom, hogy kiverték és elsétált onnan. Oké, egy pillanat. Oké, megy. Okay. Itt a Missouri Nemzeti Gárda is. Rossz név.
Ezek rohadt amerikaiak a nemzeti gárdájukkal. Tudod, milyen neve a fő cirkálomnak, ami a Fekete-tengeren van? Nem tudom, HMS Béla. Nem, HMS Indominatable, vagy Indominatable. Ja, az Indomitable. Ja. Nem rossz. Az volt az egyik csatacirkálójuk, nem? Igen? Azt hiszem. Nem figyeltem az angol haditengerészetről, csak azt tudtam, hogy rumot szolgáltak fel, de ezt is a Vidman videóból. Meg azt tudom, hogy az angol tankokban rendszeresítve van a kávé, nem a teafőző. Teafőző, igen. Hát, anélkül. Hogy harcol már? Már, hogy harcolsz nagyban, és akkor így kész van egy óra egy tea, és így... Te anélkül nincs harc. Durva lenne. Na jöjjenek a sárkok. Hova? Hát szerinted a kaukázusi front. Na ne. Ez most majd... Megérkeztek a sárkok, a cápáim vérre szomjaznak. Kanadai fegyverekkel vannak ellátva. Mikkel? Kanadai fegyverekkel. Azt már feltalálták ott. Ölelést osztanak. Na jó, akkor ti jöttek ide. De még egy infantry weaponzer mérna. Németországban csak lerombolgyárak vannak szerintem úgyis. Ahogy körülbelül igen. Jó. Mert? Mert persze. Mert már ahol vannak gyárak, mert én leromboltam a teljes német ipart, mielőtt megindult a háború. Azóta a nyugat-német is lerombolódott. Vagy a kelet-német is lerombolódott. West Pocket kamera. Military kamera. Úristen, elfelejtem machine gunokat fejleszteni. Ó, pedig azok nem ártanak az első világháborúban. Igen, lángszoróim vannak, meg mortáraim, de... De nincsre géppuskáim. Hát az hardcore. Ezt most vettem csak észre. Ak. Hát... Nem csodtunk az angolokban. Ekközben a nyugaton a helyzet clusterfuck. Hát ja. De Berlin környékén azért ott mozog a front, de máshol nem igazán. Hát Dresdánál is. Hát elpróbálkozom. Nem kevés sikerrel, már két tartományt visszafoglaltam. Oké, te akarsz partra szállni Ukrajnában? Ukrajnában nem. Oké. Akkor azok megint amerikaiak vagy románok, vagy nem tudom ki. Románok már nem, azok kapituláltak. Bürokrácia. A sárkszia itt stackwipe-olódnak. Holy shit. Igen, mert nem volt morájuk. Hopp, gyorsan kihozom őket. Hát bedaláltam a morájukat, úgy érted? Direkt van így a déli partomra egy 20 hadosztályból egy ilyen reakciós hadtest. Már én nem úgy reakciós, ja de úgy, mert cári vagyok. Én cári vagyok, én lehetek reakciós. Nekem szabad. Azt mondod, hogy te nem vagy reakciós? Ki tudja, drága barátom? De rohadt britek. A német ipart. Mi baj lehet abban, hogy Németországban csak hadipari komplexumok vannak? A németek ilyen békeszerető nép. Wow, állítsuk meg egy pillanatra. Oké. Okay. Benéztem. Már itt van 25 amerikai tenger alatt járó. Aha, nem te vagy Ukrajnában, mi? Sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom. Garrusz! Komoly, tesó! Komoly, kiküldött kolcsokat! Hát persze! Kamikáze kolcsok! A legjobb kolcsok!
Jó sok. Gyerünk, hogy csak az állsz! Úgy, befedrezd el be a... És ugye szél a hajóidat, 46... Ja, látom, brutál. 47 cirkál, vagy 47 romboló, ezért nem semmi. Nem csinálja. Kolcsak az kolcsak. Na, az amerikaiakról ennyit. 12 halosztályt, 12 halosztályt pusztítottam el, azt hiszem úgy körülbelül. A francia már 300k veszteségen vannak, az olaszok közelítenek az 1 millióhoz, amcsik már a 200 ezerhez. Megint partra szálltak, nem? Vagy az új, vagy az a régi? Az a régiből a maradék, még 3 hadosztályuk tartja magát. Ha? Ennyit ezekről. Ja nem, most megtámadtak valahogy. Oké. Megtámadtam, miközben védekeztek. Ez Amerika! America. Hey. Hát élet már Szevasztopol tartani. Ezt mindig ostromolják. Ja, hogy itt vannak a franciák is, oké. Okay. Senki. Franciák már fogynak. Kolcsak pedig tartja magát. Na jó, Kolcsak, befele oda. Szevasztopolba szerintem stackwipe-olódni fogsz. Ja. Teljesen. Akkor nem tudsz visszavonulni? De most kivonultam. Beledöglött egy csomó emberem. Helyes. Sőt, a legtöbb emberem. Helyes. Na, év végén szerintem kössünk békét. Akkor úgy érted, hogy sietnem kell a nagy offenzívával? Hát, október van. Igen. Szerintem is. Ezzel tényleg nem jutunk semmire. Egy Dresdánál most megpróbáltam, de nem. Nem? Nem. Hát jó, ha nem működik, akkor... A Dresda meg lesz! Oh, fuck you! Aj, ez bocsánat, ez muszáj volt. Az amerikaiak parra szálltak Szevasztopolban! Látod, egy pillanatra kell elmozdítani a csapataidat. Hello, my... kedves Bulgáriám. Na már csak... Hello, Bulgars, my old friends! Igen. Görögöket is megpróbáltam behozni, be is hozhattam volna, hogyha nem lenne ilyen retardált a játének a rendszere, és a francia tudnak őket influenszálni, anélkül, hogy Németország a hadban állnánk. Ja, értem. Az melyik hadsereg is? Ez. Oké, okay, megy. Oké. Okay. Bulgária. Remélem most olyan jól fognak harcolni, mint legutóbb mellettem. Amikor vesztettek 700 embert. Na jó, modifikáljuk tovább az Ekte Orosz Renault. Ja, nem tudom tovább modifikálni. Lol. Teljesen kimaxoltam. Na jó, akkor modifikáljuk a könnyű tankot, amiből sosem gyártottunk egyet sem, mert 999 Army Experience-en van. Ó, nem tudom kimaxolni. Mit nem tudsz kimaxolni? A könnyű tankot 999 Army Experience-ből. Tudod, modification-nal. Ja. Na, a szevasztopoli amerikaiak, azért ki tudom érteni, úgy látom.
Ez amúgy kicsit fura, hogy simán vissza lehet vonulni, amikor kikötőben vagy és megtámadnak, tehát azért... Igen, az ott szívás. Churchill Dunkirk, jobb klik! Ezzel nem egész négy működött. Na. Várj egy percet. Oké. Megállítsam? Nem kell. Ó, Franciaország most már, jó! Nézed a Finnországba? Megint? Mert ugye nincsenek istenverte üzenetek a játékban, és nem veszem észre, amikor elfoglalnak a franciák 25 finn tartományt. Az igen, az szép, szép volt francia. Ó, nagyon jó. Erre hát vártam már mióta. Ez valami förtelmes idegesítő. Induljanak a sárka. Aha. Behívja Bulgáriát, meg Parraszál, meg franciák. Sajnálom, Mata. Neked van a mikrózásod, nekem meg az Antant. Hát nem tudok... Az Antant már veled van, eddig is veled volt. Nekem van a mikrózásom, neked vannak a franciák, meg az amerikaiak. Én nekem van a rádobható manpower-öm a katonáidra. Rádobható manpower. De ez csak izé, ez csak hús. Aha. Itt izé objektivikálod az amerikaiakat, ez szörnyű. Hát, ez csak egy gyarmat. Egy szakadár gyarmat, mi? Egy eltévedett kis gyerek. Na hát, nem tudja mit csinál, Mata. Aha. Nem fogod még ki a vodkát? Úgyhogy gyerek katonát csinálsz ellene és beküldöd az oroszok ellen? Erre célzol? Hát más nem igazán tudok csinálni. Ez csak egy eltévedett kis gyerek, úgyhogy beküldtem a harcba. Így van. Itt háborús büntetteket csak én követ. Itt csak én követetek el háborús büntetteket, ez én specialitásom. Ja, ez orosz módi. Elszorítjuk Romániát. Operation Románia megindult. Operation Románia, oké. Okay. Áj, szegény románok. Őket csak senki nem értette meg. Aha. Aha, igen. Egyértelmű. Jó, sose értették, hogy ki mellett akarnak állni. Igen. Ők mindig azt mondták, hogy a szovjetek csak nem értették. Hogy mi a büdös élet ez a nyelv? Lehet áttörni. Na, most már mindent bevetettünk, mind a ketten, úgy érzem. Ja, tényleg? Hát nem. Hát, nem. Oh, fucking Japán. De amúgy én is közel vagyok ahhoz, hogy mindent bedobjak. Hát sok mindent már nem tudunk kitalálni erre. Hát igazából én még általános offenzívát tudnék indítani, mert azt még nem csináltam. Az mindig működik. Végül is. Ja, hogy közben oda mentél a finnekhez? Ah.
Értem. Közben mindjárt érkezik az Astra Militarum. Bedobjuk a gárdát Finnországba is, az összes gárdát. Ez kemény lesz, hogy. Hát amúgy szerintem már van legalább 50 gárda hadosztályom. Tetszik, hogy a későbbi bombázókra már képeim sincsenek. Későbbi gépekre. Igen? Aha. Te akarsz parra szállni az északi fronton? Mi a... What the fuck? Oké, mit csinál az emmi a frontjaimmal? Nem tudom. Ez a játék. Mit? What the fuck? Igen. Kiküldtem őket a szárazföldi frontra. És mit csinál? Hát akkor beszállunk a transportokba és átmegyünk Helsingforsba. Ó, oh, látom. Amikor ott van a Royal Navy. Hát ekkora fost. És az amerikai tengeralattjáró squadronok is úgy vannak, ha jól ja, láttam. De ez teljesen figyelmen kívül hagyja. Tehát... Ja. Nem tudom, mi baj volt egyébként a régi transportrendszerrel. Idegesítő volt micrózni, de az EU-ben is tudták automatizálni anélkül, hogy teljesen, hogy totális ökörségeket csináljanak vele. Hát igen. Aha! War is going 1% in the favor of the defenders, vagyis az én oldalamon. Értem. Te is mindjárt 2,5 millió veszteségen leszel, mindjárt utalérsz. Nem könnyű így, hogy tényleg támadsz, mi? Nem az, nem amiatt a sárkém elestek Szevasztopolban. Hát az is. Ezek meg nagy divíziók, úgyhogy... Na jó, de az bosszú volt azért, ami koncentrálpolyba történt velem. Igaz, hogy azt a törökök csinálták, de akkor is. Mit keresnek a japánok Bulgáriában? Hát felszabadítják. Egyértelmű, a japánok olyat szoktak. Tettük a balkáni frontot. A balkáni frontjaiddal most már. Közben átülök a Kaukázusban. Igen? Ja. Egy tartományom. Már megint el akarsz parra szállni? Hol? Északon. Vagy azokon nem parra szállni készülsz éppen? Azok lehet franciák. Ja nem, nem azok te vagy. Szentpéterben, hogy mire akarsz menni? Yes! Ez az! Végre. Hát ezt nem ajánlottam volna. Nem baj, ez csak azért, hogy valami fair lezárás és ugyan a háborúnak. Na várjál, karácsonykor, karácsony délután partra szálltam Szentpéterváron. Ennyi. mindjárt jön a fair lezárás, feléjük. ez az. Csak hogy mindenki lássa. Karácsony délután Szentpéterváron meg. Mázlidónál pont nem volt ott hadosztályom. Hát igen, számítottam rá. Nem, amúgy Mázlid volt, mert ott össze-vissza masíroztam meg, nemrég rendeltem el onnan a helyőrséget. Kell nekem olaj.
Húsáka. Hát azt hiszem ez legalább egy történelmileg hiteles titaner lehet. Egyértelmű, igen, a Szentpétervári karácsonyi parraszállás. Mindenki igen, és róla. ez rávette arra, hogy átgondold a taktikát, és kössünk egy És még több gárdistát dobják be az összes fronton? ne, Erre gondolsz? Lerobhatsz még több gárdistát, ez sok értelme nem lesz. Tessék? Sok értelme nem lesz a még több gárdistának. Dehogy nem. Az összes gárdista. És azt akarod mondani, hogy nem segített a német hadsereg állapotán, amit az egészben a Waffen-SS-t csináltak? Hát, végül is, ha úgy nézzük... Ó, Kanada. Még több ingyen fát tesz nekem. Ó, Kanada. De ugye visszalapol a fából, Szentpétervárra, ugye? Mert mi betakarítottuk az összeset és nincs jövő a karácsonyfát csinálni. Hát gondolom. Hát ott megünnepeltük mi a fővárosot. Kollektivizáltuk az egészet. A fővárosodban megünnepeltük mi ezt. Én Berlinben ünnepelhetem, szóval kvittek vagyunk. Ami éppen ostrom alatt van? Simán. Berlin kerek nem ostrom alatt van, Berlin ostromol, onnan támadunk. Ja. Ott te vagy ostrom alatt, nem tudom feltűnt-e. Micsoda, hogy? Ott te vagy ostrom alatt, nem tudom feltűnt-e. Jó, 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 de hát az ostromot városban csak nem fogsz. Meg Dresdát is tartom. Ha még egy évig menne a háború, akkor amúgy lehet, hogy nyernék, mert most hozom a Superior Firepower-t, és a soft attack azért itt odavág. Na, most, hogy Románia is újra felszabadult. Na jó, nézzünk rá a... Szóval, úristen, hiba volt a szövetségeseim terveire ránézni. Az mindig hiba. Holy shit, hát érdekes. Ausztriában olyan viharok vannak, hogy én nem látok semmit. A térképből. Zazdos úr, csukja be az ajtót, hogy szart csináltunk a tervekből! Én tudom képzelni, így, így Bruce Lee volt meredve egy asztal fölött, így ott van előtt egy ilyen interaktív térkép, és mi a büdösed, és így benne került el a felhők. Kapni fogok még izét. Még 2%-nyi izé, besorozható lakosságon. Miért? Mit csinálsz? Valami mess, nem tudom mit. Construction? Masszív effortot. Ja. És ez azt adja, hogy méteri jut. És akkor izé... Ja, értem. Kelleni fog, mert most már nagyon elszálltak a veszteségeim. Hát eléggé. Miért? Mennyi manpower-ön vagy? Hát most már csak 500 ezer van. Na, még van 1,5 millió. És te a Service by Requirement-en vagy, nem? Te meg igen, mert te meg Extensive Conscription. Igen, igen. Na, tudom, azért Bukarestet nem tudod bevenni. Hát, ott jól tartod magad. Azt várom, hogy a görögök valahogy meggondolják magukat, és az ő segítségüket is igénybe vehessem. Az kitakarítana a Balkánról téged. Hát abban nem vagyok teljesen biztos. Jaj, nem. Garuszon azt is elmondja, hogy mi vagyok biztos. Én bízok benne. Mi vagy te, a CNN? Ja, igen. De Clintonra fog szavazni, de nem. De Clintonra fog szavazni! 99% esély! I'm with her. Nem, you're with her. You're with her. Úristen. Minden van itt, úgy látom. Németek nem tesz... Nem mondjad. Csak az, hogy az amerikaiak legalább adtak nekünk egy globális paródia csatornát. Hát legalább ennyi. Amerikaiak vagy kik a... Nem, a németeket akarom megnézni, hogy hozzátettek háborúhoz valamit? A Naurui köztársaság, jó mint? 4 darab divíziójuk van. Wow. Ez meglepszerem, az a sziget teljes lakosság, amit ott besoroztak. Ez németes tőlük. Valószínűleg. Nézzük, hol van ez. Igen, itt van. Hát a flottájuk az... Ja nem, ez nem az, az én szigetem. A flottájuk? És kajak. Ott a flottájuk az megvan még, a német flotta, és ott áll... Ja, az övék? Darab... Igen, két darab Montenerjük van, meg két darab sima infantriuk. Van né... Oké, okay, a német flotta. Jó, éppen hát panzer... nem szorítottam. Éppen panzereportot csinálnak. Oké. Okay. Viszont nem azt akartad, nem azt mondtad, hogy új évkor le akarod zárni?
De most már ez PC runner, ezt nem tudjuk úgy csinálni ezzel. Mert még a finn offenzíva is meg fog akadni, szóval. Előbb-utóbb igen. Most én állok mennyi? 8%-kal, de hát ez semmi igazából. Ez hát PC igen. Jó, akkor megegyezünk, akkor kiegyezünk egy döntetlenbe. Kiegyezünk egy döntetlenbe. Hallod, már csak 100 000-ről van kevesebb veszteséged, mint nekem. Jó van. Szép. Na ez van akkor, amikor támadsz. Igen. Olaszország elérte az 1 milliót, gratulálunk neki. Hát figyelj, az előző csúfos vereségem után ez most nekem, döntetlen is nekem hatalmas siker, úgyhogy... Okay. És bevettem a fővárosod. Nyugi, nekem a következő, de nekem van másik. Jó, hát na. Oroszországnak van több fővárosa. Mázlid van. De a következő végigjátszásban azért szarrá verlek, hogyha nem szavar. Ja, persze, hát ez... Ez új év végére, szétverjük Garuszt. Én már kérni akartam, hogy verjél okay. Szarrá. Ez új év végére, szétmikrózzuk Garusz agyát. Remek. Na, viszont akkor, hát ez volt sajnos a kétirányú imperializmus, kicsit csúfos vége lett, de... Hát ez van. Békés vége lett. Igen, béke lett. Hát végül is mindenki marad a saját területén. Ennyi. Igen, ez volt én már a tovarna, ez vagy már a Garusz. Sziasztok. És találkozunk a legközelebb egy másik végjátszással, valószínűleg vagy a Millennium Dome moddal, vagy a Kaiser Reich-el, meglátjuk. Jaja, úgyhogy sziasztok. Addig is a viszontlátásra.